Együttműködő partnerünk proserver.hu, fényképes ajándéktárgyak.hu, BenQ. Köszöntök mindenkit, szeretettel a Restartot látjátok ismételten hétköznaponként 5 és 6 között informatikai segítségnyújtó műsorra jelentkezünk itt a Fixen. Én a Vendi vagyok, és ma is természetesen én leszek, aki itt van és igyekszik segíteni néktek, illetve a legfrissebb információkat, híreket, mi történik. Igyekszik veletek megosztani, illetve igyekszem veletek megosztani. Amennyiben lehetőségetek van, illetve szeretnétek bekapcsolódni a műsorba, akkor a képernyő alsó részén olvashatjátok az elérhetőségeket. 44 51 349, ez a telefonszámunk, szokás szerint ugye ezen a számon tudtok elérni bennünket. Fenn vagyunk a Skype-on is, tv.fixhd, egy webkamera, illetve egy mikrofon segítségével, akár videó hívás formájában is be tudtok hozzánk kapcsolódni. Lehet lájkolni a Facebook oldalainkat, van egy pár, hát a fő oldalunk ugye a facebook.com/fixhd, ez a televíziónk hivatalos közösségi oldala, ezt is lájkoljátok. Az előbb majdnem kicsúszott, de akkor el is vonom, a facebook.com/vendifix, ez az én saját oldalam, ide is várom a lájkokat. Itt a saját kis életemből szoktam egy-két mozzanatot megosztani azokkal, akik kíváncsiak rám. Aki kíváncsi, az lájkoljon nyugodtan, majd sorsolgatok valamiféle nyereményeket. Ha elérem végre az ezres ilyen álomszámot, akkor majd a lájkolók között sorsolok valamiféle személyesebb ajándékot, úgyhogy ha más nem, akkor ezért is érdemes lájkolni bennünket. Van egy weboldalunk, www.fixhd.tv, hivatalos oldalunk, ugyebár itt pedig a műsorainkról, a műsorvezetőinkről olvashatok információkat, illetve nézhető a televízió műsora is, hogyha esetlegesen a kábel szolgáltatótok kínálatában nem szerepelnék, akkor sem maradtok le, nem kell csüggedni a weboldalon keresztül, hiszen interneten már mindenkinek szerintem van. Elérhető a műsor akár HD minőségben is, úgyhogy tessék választani a HD streamet nyugodtan, aki meg megelégszik a kisebb minőséggel is, ő az SD ikonra, illetve SD kis pöttyre kell, hogy kattintson, hogyha nézni szeretné a műsort. Egyik a Silverlight, a másik az flash lejátszó szükségelt, és mobilon is elérhető egyébként az adásunk, tehát m.fixhd.tv-s címet, ha bepötyögitek a böngészőbe, akkor ott a megfelelő ikonra, Android vagy iPhone ikonra kattintva elérhető okostelefon vagy táblagép segítségével is az adást nézzétek nyugodtan, és a videó tárunk is elérhető, méghozzá a weboldalunkról, úgyhogy aki lemaradt volna bármelyik adásunkról, akkor ne csüggedjen szintén, hiszen bármikor visszanézheti az adást, tehát igazából fönt van a televízió összes műsora, ami eddig a sugárzásra került itt on-air módon, online módon is elérhető az interneten, úgyhogy újra nézhető, visszanézhető, beletekerhető, kivágható, letölthető, mindenféle dolgot lehet vele csinálni, úgyhogy jó szép számmal szoktátok egyébként visszanézni a videótárunkat, legalábbis én itt néha nézem a statisztikákat. Hát van, hogy többen nézitek vissza, mint éppen aktuálisan élőben, és ez szerintem egyébként egész jó, úgyhogy hamarosan egyébként mobilon is elérhetőek lesznek majd az élő adás, illetve a videótárban szereplő adások, csak ugye itt technikai átalakítások szükségeltetnek hozzá, de hamarosan ígérjük, hogy most már elérhetővé tesszük, tehát majd mobilon is vissza lehet nézni, illetve hát aki szemfüles és olyan telefonja van, ami mondjuk ice cream szendvicssel rendelkezik már, a többi oprendszernél még nem tudom, hogy ez hogy működik, de az biztos, hogy ice cream szendvicssel már a mostani videótárunkban lévő videók is visszanézhetők, hiszen alkalmas az ottani streaming media player VMV lejátszásra is, tehát hogyha olyan készülékkel rendelkeztek, akkor már akár most is lehet visszanézni az adást mobilon, de majd csinálunk egy szabványos formátumot ennek, hogy tényleg mindenféle platformon ez jól működjön. Okay. Na, a napokban elmaradtak a nyereményjátékok, úgyhogy ma lesz, fixes bögrét fogok sorsolni, érdemes játszani, majd a műsor második felében fogok feltenni ezzel kapcsolatban játékkérdést, és telefonon kell majd rá válaszolni, és a fényképes ajándéktárgyak.hu felajánlásából megnyerhetitek ezt a fixes logóval ellátott bögrét, ugye az új fixes logó. Ebben a teán van, úgyhogy nem ezt, de majd egy másik originál verziót lehet megnyerni belőle. Na jól van, hát vágjunk bele szerintem a dolgokba.
Ma igyekszem kevésbé mobilos híreket mondani, jó? Mert ezt rengetegszer megkapom, hogy mostanában a Restart csak a mobilokról szól, méghozzá inkább az okostelefonokról. Ha most, ha egyszer erről szólnak a hírek, nem tudok ezzel kapcsolatban nagyon mást mondani, hát ez a lényeg gyakorlatilag, de ma úgy válogattam össze a híreket, hogy ne nagyon legyenek benne ilyenek. Lehet, hogy aztán lesz egy-kettő, de inkább másra fogjuk kihegyezni a dolgokat. És várom a kérdéseket is, tehát első körben ugye a műsor alapvetően informatikai segítségnyújtásról szól, tehát ha bárkinek kérdése van, vagy tudok bármiben segíteni, akkor ragadjatok telefont vagy billentyűzetet, és nyomjátok felénk a kérdéseket. Jó, Zsombor van itt velünk, sziasztok, már vártam a műsort, királyok vagytok, köszönöm Zsombi. Reméljük, hogy nézel bennünket rendszeresen. Aztán Tomi írja nekünk, hello, jó volt a gumiszoba, bár a videótárból néztem meg. Igen, hát fent van, úgyhogy bármikor, ha lemaradtál róla, akkor meg tudod nézni, ha meg ennyire tetszett, akár máskor is megnézheted. Oké? Aztán Rodi írja nekünk, sziasztok, valaki tudna nekem segíteni? Honnan lehet letölteni a Komodo Dragon legfrissebb változatát? Meg kell néznünk ki a kiadója, és a kiadó oldalán szerintem, ha egyáltalán letölthető, akkor onnan biztos le lehet szedni, vagy hogyha ingyenes szoftverről beszélünk, én nem is tudom mi ez így hirtelennyében, akkor meg tessék valamilyen szoftver letöltő oldalra felmenni, és akkor ott Simándi József kategóriában nézhető a történet. Tessék? Így van. Az azt jelenti, hogy simán, csak hát most így beszlengesítettem a dolgokat, ugye? Na, van egy telefonunk, úgyhogy vele folytatjuk a műsort. Halló, halló! Szia, vendél, Laci vagyok. Szervusz, Laci, parancsolj! Na, én nekem most itt az lenne a kérdésem, hogy itt a Facebooknál nekem vannak a ismerőseim, és ott vannak olyan beállítások a ismerősöknél, hogy ilyen állapotfrissítések, meg életesemények, meg egyéb tevékenységek, hogy ez a három dolog, ez mit takar egyáltalán, hogyha én a pipát onnan kinyomom. Hát többféle dolog van, ugye, tehát például amikor valaki egy fényképet posztolgat, vagy ha az általában állapotfrissítések, vagy ha kiír valamit, tehát valamilyen üzenetet ír ki ugye az üzenő falára, akkor igen, ezek az állapotfrissítések. Az életesemények meg ilyesmi az azoknak az értesítésére vonatkozik, amikor ő mondjuk változtat valami olyasmit, hogy a munkahelye változott, vagy valami olyan esemény történt, amire ő esetleg meghívott téged, vagy ja, értem, egyáltalán rendez vagy valamilyen... egy embernek az ismerőse lett, és akkor azt kírja... Igen. Tehát például ezeket le lehet tiltva, ezekre nem vagy kíváncsi. Ezek ilyen fokozati szintek gyakorlatilag, hogy mennyire vagy kíváncsi az ő posztjaira. Ha mindent beállítasz, akkor mindenféle információ, amit természetesen, ha nála engedélyezve van ez a te számodra, akkor gyakorlatilag mindent látsz róla, és akkor ezeket tudod, akár ő is tudja ezeket korlátozni, hogyha nem akarja, hogy mondjuk te vagy egy esetleg más ismerőse tudjon ezekről, akkor ezt ő is kikapcsolhatja, de ha téged nem érdekel, akkor te is kikapcsolhatod ezeket a jellegű frissítéseket, és akkor nem kapsz ezekről információt. Természetesen, hogyha megnézed az ő üzenőfalát, akkor látod ezeket, csak nem jön róla értesítés külön. Ja, értem. És hogyha... mondjuk én azt nem akarom, hogy mondjuk ő ne lássa, hogy én mondjuk kinek a ismerőse lettem, és én őt kikapcsolom, mondjuk ezt a életeseményeket, és én kapcsolom ki, akkor tehát ő se lát engem, hogy én kinek a ismerőse. Így van, igen, ezt meg neked kell a fiók beállítástán, van egy olyan biztonsági beállítás, és ott tudod korlátozni a szinteket, akár emberekre lebontva, csoportokra, vagy mindenkire vonatkozóan ezt be tudod állítani. Jó, hát beállítás és a biztonság, ugye? Igen, tehát gyakorlatilag ott a fiók információknál találod ezt felül ott, ahol legördíted azt a menüt, és akkor ott látsz ilyeneket, hogy fiók beállítás, vagy adatvédelmi beállítás, és akkor itt látsz ilyen különböző beállítási lehetőségeket. Van egy olyan, hogy nyilvános, van az ismerősök számára, és van az egyéni, ahol te magad szabod meg gyakorlatilag, hogy kinek a számára teszed elérhetővé, de nagyon sokféle beállítási lehetőség van, tehát ezeket mind érdemes átnézni. Sőt, ezt mindenki számára ajánlom egyébként. Hát igen, mert én már egyszer már kerültem már bele egy kis izébe, mert én semmit se állítottam, azt itt nem mindegy. Tehát itt van lehetőség arra is, hogy például bizonyos embereket kitiltsál. Tehát nem feltétlenül kell, hogy ne legyen ismerősöd, mert most miért ne lenne, ha ismered, de nem akarod például, hogy lássa bizonyos posztjaidat, vagy akár semmilyen posztodat, akkor ki tudod úgy tiltani, hogy nem lát rólad semmit, tehát mintha nem is ismerne. Tehát egészen ilyen szinttől el lehet menni a nyilvánosig, amikor meg mindenki számára minden látszik. Tehát nagyon sokféle lehetőség van,
az alkalmazásoktól kezdve az idővonal, tehát a timeline-os bekapcsolásig, a különböző egyéb más bejegyzés, ismerősök ismerőseinek a bejegyzései, tehát mindenféle információt, illetve beállítást azt itt lehet az adatvédelmi beállításoknál megcsinálni. Jó, van, oké. Okay. Köszönöm szépen. Nincs mit, köszi, hogy jó, hívtál. Hello. Köszi, hello. Továbbiakban is hívhattok. Méghozzá 44-51-349, ez a telefonszámunk, ez a telefonos elérhetőség, és Skype-on is elérhetőek vagyunk, ahol itt van velünk, ha minden igaz, Zoli. Hello, Zoli! Szia! Nagyon jó munkát neked! Köszönöm szépen! Egy olyan kérdésem volna, hogy minthogyha vírust kapott volna a gépem, de az a kérdésem, hogy a Facebookon keresztül jöhet-e a vírus? Ha igen, akkor pedig milyen vírus jöhet? Nagyon rossz, amit tönkre teszi teljesen a gépet, vagy csak olyan, hogy újraindítom, újra felrakom az XP-t és megy, vagy pedig ez ilyen gyerekek által készített 10 évesek vírusa. Ez az egyik kérdésem. Másik kérdésem, ugyanebben kapcsolatos, mivel ugye nem én használom a Facebookot, nem mondom, hogy kicsoda, gondolom párom nyilvánvaló. Igen. Nem, szándékos. Közös Facebook, igen. Nem jó ötlet, de te tudod. Nem, én nem Facebookozok, én nekem nem. Nekem van más hely. Szóval a lényeg, amit ki akartam ebből, az a lényeg, hogy 27 darab vírust szedett össze a vírusírtó programom. Na most ez az Avast, amit én használok. Nem tudom, ezt szabad mondani? Vagy persze, ezzel? Te bármit mondtad, csak nekem kell figyelni arra, ja, igen, ja, értem, jó. Tehát az Avastnál esetleg ajánlasz-e nekem újabbat, ez az egyik. És akkor ez a másik kérdésem pedig akkor az, hogy tehát 27 vírust szedtünk össze, és olyan, hogy letöltöttünk egy süteményes programot, tehát ilyen süteményekkel kapcsolatosat, és hirtelen másnap a semmiből 27 darab vírusunk lát. Na most, ezt nem, már édesanyámnál is észrevettem, ő is egy süteményest töltött le, ugyanez volt kérlek szépen egy pár hónappal ezelőtt neki a laptopján volt, és ezért kérdeztem tőled, hogy ebben tudsz-e nekem segíteni, hogy valóban igazam van-e, hogy jó helyen kutatok, hogy a hiba itt van. Hát figyelj, ha vírusírtó azt mondja, hogy vírus van, az általában úgy van. Tehát, 27 darab kérlek szépen. Igen, 27. Hát az azt jelenti, hogy valószínűleg a komplett programnak a szinte az összes fájja vírusos lehet. Hát ez itt attól függ, hogy honnan töltöttétek le. Tehát ugye az a baj, hogy itt a forrásnál van vagy direkt, vagy igen, akár igen, véletlenül, de az a vírusos, és hogyha letöltöd, akkor logikus módon ez tovább fertőzi a te gépedet is, tehát okosan kell az ilyeneket. Hát ha vírusírtó megtalálja és tudja is írtani, akkor ezzel különösebb probléma nincsen. Az a jó, ha megtalálja, mert ugye van olyan, amit nem talál meg, és érdekes dolgokat csinál a gép, és nem tudod eldönteni, hogy miért. Hát könnyen lett vírus fertőzés miatt is ez. Hát az Avast jó vírusírtó, nincs meg különösebb gond, bár én ugye nyugodtan otthoni használatra, otthoni használatra mindig azt szoktam mondani, hogy a Windowsból beépített Security Live Essential bőven megteszi. Nagyon kevéssé fogja a gépet, tehát az Avastnál és egyéb más vírusírtóknál, amik azért észrevehetően futnak, jóval kevesebb erőforrást eszik, tehát gyorsabb lesz a gép tőle, mégis viszonylag precíz. Úgyhogy én azt javasolnám, hogy inkább azt használd, bár mondom, nincs különösebb gond az Avasttal sem, csak általában ugye ezeknek a vírusírtóknak a fizetős verziója az, ami többet tud. Az ingyenes verziók azok általában némi korlátozással futnak, úgyhogy míg ugye a Windowsnak a saját beépített vírusírtója az végleges, tehát ha van egy Windowsod és hozzá ezt letöltöd, akkor gyakorlatilag az egy teljesen full funkcionálisan működik. Tehát ez az egyik. A másik a Facebookos vírus. Most a Facebookos a Facebookon keresztül, ha fájlt töltesz le, ugye ott is van lehetőség fájlküldésre, akkor elképzelhető, hogy ugye az a fájl, amit küldenek neked, az vírusos, ergo, hogy ezt letöltöd, hát lehet szándékos is, persze, de általában ugye sajnos úgy szokott kinézni ez a történet, hogyha valakinek fertőzött a gépe, akkor most nem ő küldözgeti kimondottan neked, hogy veled is kiszúrjon, hanem sajnos így vannak megírva a vírusok, hogy magukat küldik tovább. Ergo lehet, hogy a tulajdonosa nem is tudja, hogy ő valami vírust küldözget éppen, és ha az ember erre rákattint, akkor igenis megfertőzi az ő gépét is, tehát ezekkel mindenképpen vigyázni kell. Maga a Facebook vírus, mint úgy, mert van egy pár, azok általában ugye magát a Facebookot fertőzik, tehát a profilokat teszik tönkre, illetve általában különböző spameket nyomatnak a felhasználóknak, de kimondottan a számítógépet nem fertőzik. Akkor fertőzik a számítógépet, ha file formájában ezt letöltöd a gépre, mert van, elküldenek neked egy linket, hogy de jó, nézd meg ezt a képet, vagy ezt a file töltsd le, és ez tök jó lesz, te rákattintod és letöltöd, onnantól kezdve már, mivel ezt a gépet futtatja, a géped vírusos lesz tőle. De amennyiben csak online felületen látsz olyan dolgokat, hogy krikszkrakszokat írogat valaki, ha nem kattintasz rá, akkor elvileg nem fertőződik meg a géped,
mert ugye csak kísérlet történt arra, hogy valaki vírust küldjön neked. Értem, okay. És figyelj csak, ez amit még szeretnék, egy gyorsat még, ha kérdezhetek. Persze. A temp fájllal kapcsolatban érdeklődnék, hogy kitöröltem mindent belőle, be is gyorsult a gépem, de mindig visszajönnek ezek a fájlok. Ez miért van? Hát ez azért van, mert ez a gyorsítás gyakorlatilag, ugye a böngésző úgy működik, hogy amit te nézelődsz oldalakat, letölti őket előre a vinyóra, hogyha később ugyanarra az oldalra mész vissza, akkor összehasonlítgatja, hogy ugyanazt találja ott, mert ha igen, akkor nem tölti le még egyszer feleslegesen, hanem az úgynevezett átmeneti fájlok között. Ő visszaolvassa, ergo gyorsabb a böngészés egy picit. Ezt időnként érdemes törölni, persze, mert ez állandóan megtelik, vagy legalábbis mindig több lesz. És nem mindig szükséges. Pláne a mai gyors internetek világában már ez annyira nem fontos. Úgyhogy ezt nyugodtan beállíthatod alapból valami nagyon kicsire, vagy egyáltalán ki is lehet kapcsolni szerintem, vagy beállítani minimális méretre, és akkor nem fogja állandóan megtölteni a Winchesteredet. Ilyen, hát gyakorlatilag lehet nevezni szemétnek ezt is, mert ez is, hogy a digitális szemét, fájlok. Igen. Ezt, ugye? Igen, gyakorlatilag. És őt még, figyelj csak, még egyet még kérdeznék nagyon. Igen. Hogy akkor mi van, hogyha most ugye az én gépem egy P3-as gép. Uh-huh. Hát jó régi gép, akkor. De föl van tuningolva, mint az állam. Aha. Viszont szeretnék még RAM-ot tenni hozzá. Ajánlasz-e, tudsz-e mondani valamit nekem, hogy meddig tuningolhatunk föl? Hát most meg kell nézni egy gigánál jelenleg. Aha, meg kell nézni, az alaplap mit támogat. Azt hiszem egyébként, hogy ott a P3-as korszakban még ilyen 2 giga talán az elméleti korlát, tehát lehet, hogy 2 gigánál többet szerintem nem fogsz tudni belerakni, de még esélyes, hogy az egy is, tehát hogy lehet, hogy egynél többet nem tudsz belerakni. Aha. Alaplap leírásban ezt megtalálod, hogy meddig támogatja a memóriakezelést a te alaplapod. Jó, Vendi, nagyon szépen köszönöm. Oké, és nincs mit. Köszönöm, hogy hívtál. Szia. Folytatjuk, itt van velünk Laci bácsi, szintén Skype-on keresztül. Hello. Szevasz, Vendi, Laci bácsi vagyok. Hello. Mi a helyzet, Laci bátyó? Hát kérdez szépen, tanácsot szeretnék kérni. Aha. A következő a problémám. XP van a Winchesteremen, és egy hete minden áldott alkalommal, amikor bekapcsolom a gépet, kérlek szépen feldob egy hiba üzenetet, hogy a Windows rendszer hiba, IP cím ütközés van a hálózaton működő másik rendszerrel. Na. Hát ez nem tudom, hogy ez micsoda. Tudnál nekem ebbe segíteni, hogy mi a kutya füle van ezzel? Hát ugye ez akkor szokott előfordulni, ahogy az hiba üzenet is szól, hogyha bárki más a hálózaton, ha több gép van ugye egy hálózatba kötve, akkor használja a te IP címedet. Tehát ugyanazt a címet kapja meg valamiért, vagy ugyanaz van beállítva, ugye kézzel is be lehet állítani, meg a routertől is le lehet kérni IP címet. Tehát ugyanazt a hálózaton két ugyanolyan IP című gép van. Van még valami több számítógép esetleg a hálózaton, amelyiket használod? Nincs, vagy amit nincs. Használsz? Nincs routerem, nincs másik hálózat, egyedül vagyok a gépen csak. Na ez érdekes. Akkor viszont... Tehát nem tudom, mi ez, hogy Windows rendszer hiba. Aha, hát ez gyakorlatilag ennyi, igen, az IP cím ütközés miatt írja ezt ki, viszont ez érdekes dolog, mert hogyha nincsen több gép a hálózaton, sőt egyáltalán nincs is hálózat, akkor gondolom, akkor viszont ilyennek nem kéne lennie. Tehát ez valamilyen hálózati hibája Windowsnak. Két dolgot tudok javasolni, az egyik az az, hogy de hogy kapcsolódsz a netre, úgy egyébként? Milyen módon? Kérlek szépen, én a Digin vagyok rajta, Digin ezt most egy hete kötötték be nekem, és közvetlen bejön a hálókábel, amit bedugok a hálókártyámba. Értem. Hát akkor viszont ez egy érdekes, mert ott lehet, ugye, mivel közvetlen LAN csatlakozásról van szó, az elképzelhető, hogy ott a környéken még valakinek ugyanazt az IP címet osztja ki, de hát ez ugye az a baj, hogy ez szolgáltatói probléma, tehát ezt lehet, hogy a szolgáltató felé kéne jelezned. Viszont az az érdekes, hogy működik, mert ugye netezni gondolom tudsz. Így van, tehát gyakorlatilag bezárom az ablakot, minden megy tovább, tehát gyakorlatilag semmi problémám nincs. Na hát ez nagyon érdekes. Azt tudnám esetleg javasolni, hogy azt a kapcsolatot, amivel a Digivel felveszed a kapcsolatot, tehát csináltál egy ilyen valamiféle ilyen tárcsázási lehetőséget, gondolom. Így van. Azt letörlöd, még egyszer létrehozod, és jó esetben szerintem ez meg fog javulni. Tehát lehet, hogy abban van valamiféle vagy internet kapcsolat megosztás, vagy ilyesmi, esetleg abban be van állítva, ami nem túl célszerű egyébként az ilyen hálózati kapcsolatoknál. Legalábbis a közvetlenül csatlakozás nem routeren keresztül, úgyhogy talán akkor megjavul. De ha nem, akkor nem tudok rá igazából mit kitalálni én sem. Akkor ott a hálózati dolgokat kell valahogy átnézni, csak hát ezt így látatlanba, tehát elég sok összetevős ez a dolog, hogy ezt így látatlanba meg tudjam mondani.
Ugye ezt tudom javasolni így hirtelnyébe, hát ha nem, akkor együtt kell élni vele. Értem, most a következő van, én nekem idáig ADSL-en volt, uh-huh. és ott nekem be kellett állítanom mindig egy helyi kapcsolatot. Igen, 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 igen. Az nekem továbbra is ott van. Aha. Na, az is lehet, hogy azzal akad össze. Lehet, igen. Tehát azt lehet, hogy akkor le kéne törölnöd úgy, ahogy van azt a kapcsolatot, és csak a Digi is maradjon akkor, és csak azzal használd a netet. Mert elképzelhető egyébként, hogy azzal akad, sőt egyébként most, hogy így mondod, valószínű, hogy ez lesz a gond. Értem, mert idáig ugye nekem azért kellett ezt a helyi kapcsolatot beállítani, azt a IP címet, uh-huh. hogy gyorsan megtalálja nekem a hálózatot, és fel tudjak menni ADSL-el. Így van, igen, igen, igen. És hát ez nekem bennmaradt, tehát ha ezt kitöröm, uh-huh. elképzelhető, hogy megszűnik? Szerintem igen. Igen, 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 igen. Ezt mindenképp próbált ki, de hát gondolom a Diginél is ugyanezt kell csinálni félig meddig. Legalábbis amennyire tudom, bár én routert használok, tehát nálam azt a router megoldja, de ahol nincs router, akkor ugyanígy kell gyakorlatilag egy ilyen helyi kapcsolattal megoldani az ottani kapcsolódást is. Értem, értem. Tehát, ha tehát szerintem távolíts el mindent, tehát ne legyen egyáltalán semmilyen hálózati kapcsolat, hozz létre egy újat, úgy simán csak egyet, állíts be ott szépen a digit, amit kaptál, paramétereket, felhasználói nevet, jelszót, és onnantól kezdve szerintem nem lesz ezzel gond. Értem, és akkor felejtsem el a helyi hálózat beállítást. Hát nem, ha nincs hálózatod, akkor felesleges egyébként is, ugye? Értem. Tehát csak arra kell, hogy a netre tudj kapcsolódni. Ez bocsánat, nem helyi hálózat, hanem helyi kapcsolat. Igen, 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 igen. Hát oké, okay. Vendi, nagyon szépen köszönöm a segítségedet. Nincs mit, Laci, köszi, hogy hívtál. Hello, hello, szia, szia. És továbbiakban is elérhetőek vagyunk. Jól láttam, akkor Marci keresett itt bennünk. Visszahívjuk a Marcit, mit szóltok hozzá? Véghozzá, akkor már videóhívással tesszük mindezt meg. Bármelyik csak ugye szerda van, de csütörtökön rendszeresen szokott jelentkezni Marci, és most is itt van velünk. Szevasz, Marci! Na, most nem mobilon hívlak, most látom nemcsak az adás képet, hanem a laptopot képét is. Igen, van. Akkor beállítom a monitort, hogy azért mégis jó komponáltam, legyen már a fejem. Na, mi a helyzet? Képzeld el, az Infopark környékén mászkáltam gyalogosan. Ugye uh-huh. ott van egy csomó egyetem, azt hiszem a BML-nek vannak ott épületei. Há, igen, 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 igen. Andi, és egy pár sráccal szóba álltam, ahogy szokták nézni a műsorodat, meg a műsorunkat. Helyes, mutat, nagyon helyes. Vettem egy iPhone 5-öset. Már neki olyan van? Igen, igen, vettek egy iPhone 5-öt, csak annyi, ezt a Váci utcában vásárolták egy mozgóárustól. Igen? Pár hete beszéltünk erről, ugye, hogy... Igen. Hogy, tehát az biztos akkor egy igazi iPhone 5-ös volt, tehát abszolút. De poénból vették meg egyébként valami, összedobták rá pár ezer forint, tehát ilyen 15 000 forint talán. És hogy ott nézegettük valami, egyébként egy jó telefon lenne, tehát egy ilyen okos telefon, Android volt egyébként kinezve rajta. Aha. És tehát egyébként ott néztük a processzor teljesítményt, már két magos processzor, tehát nem négy, de két magos processzor volt benne, meg ilyenek. Úgyhogy még mondtam is, beszélgettünk is, hogy ennyi pénzért még jól is jártak, mert mit tudom én milyen néven ezt állják a szolgáltatók, hát, nem iPhone. Egyébként simán, csak ne hibásodjon meg, mert ugye akkor ezt hogy hova viszed gyakorlatilag, maximum a kukába, de... Viszont, bár ugye még iPhone-ot nem fogtunk a kezünkbe, de viszont a kezembe tartva, hogy lezárt képernyővel, tehát amikor nem volt kép, uh-huh. akkor viszont teljes egészében adta azt az érzést, amiért sokan ugye szeretik. Hát jó, csak ez a villogás, ez igazából, ezt tudod, de ez megint miről fog szólni, hogy majd páran ezzel fognak vagizni, aztán végül is tényleg 1-2 000 forintért lehet ilyeneket kapni, de hát ennyire mert műanyag telefont is vehet, tehát... Igen, de hát végül is... cukorkák jönnek ki, és ilyen hát igen, abszolút. Na, hogy ezt akartam elmesélni, mert elég vicces volt, meg üdvözölnek téged, és akkor ezt így adásban adom át. Oké, okay, köszi Marci, hogy hívtál, beszélünk majd, jó? Szia. Nos, hát akár ilyen is van, tehát ne vegyetek azért telefont utcai árustól, szerintem annak azért megvan a... Tehát ugye alapból azt szoktuk mondani mi itt, és akkor megint persze a telefonoknál kötünk ki, pedig megbeszéltük, hogy ma azért annyira nem fogunk telefonokról beszélni, de jó tanácsként azért mondanám, mert tényleg sokan beleesnek ebbe a problémába, tehát hogy azért... utcajárustól semmiképp sem. Tehát ha már mobilt veszünk, és mondjuk nem engedhetjük meg magunknak, hogy valami drágább, vagy akár új kategóriás, vagy prémium kategóriás telefont vegyünk, akkor is nézzünk körül, léteznek GSM boltok, akár online, akár tényleg bolt formájában, és tényleg fizikailag azért nézzük meg azt a készüléket, mielőtt megvesszük, pláne ha használt,
bár ugye ott alapból benne van a rizikó, hogy ki tudja, hogy egyáltalán miért adta el a tulajdonosa. Tehát ezeket nehéz kiderítgetni, tehát én mi ezt semmiképp sem javasoljuk, hogy úgy vegyetek telefont, hogy akár használtan, akár kéz alatt, hogy úgy mondjam. Tehát inkább azt preferáljuk, hogy mindenképpen, ha tudjátok, akkor inkább új készüléket vásároljatok. Garanciális feltételek, minden rendben legyen. Azért is mondom a boltokat, mert a boltokban általában a használt készülékekre is szoktak egyébként garanciát adni, tehát ha már használtan vesztek készüléket, akkor tényleg olyan helyről tegyétek, ahol adnak rá garanciát. Ha ne adj Isten, bármi probléma lenne, akkor tudjatok hova fordulni, és ne a kukába kelljen gyakorlatilag a telefont kidobni, vagy nagyon drága pénzért szervizbe megcsináltatni. Hát az ilyen utcai árus, meg klónozott telefon, meg nem tudom, hát ezek meg mindenki a saját felelősségére, tényleg pár ezer forintért, ahogy itt a Marci is említette ezt a példát, hogy poénból vettek emberkék egy ilyen iPhone klónt, hát most akár, de igazából, tehát ha még használható is, akkor végül is nem volt egy rossz biznisz, csak azért, tehát azért ne is próbáljuk az ilyen jellegű telefonokat összehasonlítani egy tényleges prémium kategóriás telefonnal, de hát ha valakinek megfelel az igényeinek, mindenki azt sem, amit akar, ha rám hallgatok, azt csátok, amit akartok című közhelyen lehetne ítélni ugye ezzel kapcsolatban. Na, jó, visszamegyek a Facebookra gyorsan, és megnézzük, hogy érkeztek-e érdembeli hozzászólások ehhez a témához. Itt van velünk Tamás, kérlek mondd be a vezetéknevem is, Kovács Tamás. Akkor Kovács Tamás írt nekünk. Szia Vendi, jó a műsor, mint mindig az egész család szereti a műsorodat, minden nap nézzük, még a 73 éves nagymamám is. Hát csókoltatjuk a nagyit, és természetesen a családot is. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy minden nap velem tartotok, ez tényleg jó érzés nekem ilyen szinten, hogy néztek bennünket, és természetesen, ha bármi kérdés van, akkor nyugodtan hívjatok és kérdezzetek, hiszen ezért van ez a műsor, illetve ezért vagyok én is itt általában hétköznaponként, hogy igyekezzek nektek segíteni. Jó? Tök jó. Na, aztán szintén Tamás, de ő Kis Tamás írja nekünk. Hello Wendy, az a kérdésem, hogy mondtad, hogy a telefonoddal vissza tudod nézni a videótárban lévő műsorokat. Megkérdezném, hogy hogyan? Nekem is vinné a VMW-t a telóm, csak ha megnyitom az oldalt mobilon, egyből kírja, hogy töltsem le a Silverlight-ot. Igen, a következő van, tudni kell a közvetlen linket hozzá, de ezt egyébként meg fogjuk oldani, hogy kitesszük a közvetlen linket, tehát majd lesz egy olyan gomb, hogy letöltés, az több szempontból is jó, mert ha valaki nem szeretné a Silverlight-tal nézni, akkor le tudja tölteni a videót, és meg tudja nézni online a gépen. És a mobilok is, ugye a közvetlen címet írod be, tehát tudod, hogy mi a pontos fájlnak az elérése, ugye általában ezt mi úgy szoktuk csinálni, hogy video.fixhd.tv per, és akkor általában a dátum műsor cím.vmv, tehát mondjuk a mai restart majd úgy lesz fönn, hogy 2012, 9. hó 19, tehát 0919 restart.vmv, így lesz a fájl. Ha ezt beírod közvetlenül a böngésző URL-jébe, akkor a telefonom nekem legalábbis kidobja, hogy akkor ő most ezzel mit csináljon, letöltse, vagy megnézze. És ha azt mondom, hogy megnéz, akkor gyakorlatilag megnyitja a streaming player-t, és rögtön megnézi. Tehát szerintem nálad is ez így működik, de majd teszünk a weboldalra is szerintem a videók mellé egy ilyen menüpontot, hogy letöltés, és akkor gyakorlatilag erre rákattintva ugyanez a link fog megnyílni, és akkor nem kell állandóan bepötyögni, hogyha valami videót szeretnétek megnézni. Tehát majd kicsit bővítjük, de egyébként hamarosan meg egyébként is elérhetőek lesznek majd a videók mobilon. Úgyhogy, de ilyen átmeneti megoldásként ezt megcsinálhatjuk, ez nem egy olyan nagy erőfeszítés, majd beszélek Bencével, ugye, aki csinálta a weboldalunkat, hogy tegyen már oda egy olyan gombot nekünk, jó? És akkor aki szeretné, akkor ilyen módon akár nézheti már mobilon, már most is a videókat vissza. Rodi Marcit is üdvözli. Hát Marci nézi az adást, gondolom, úgyhogy akkor majd reagál rá. Aztán itt van velünk Balázs. Szia Wendy! Hogy lehet rátenni az Ableton DJ programot a gépre, mert azt írják, hogy válasszam ki, amivel futtatni szeretném, csak az a baj, hogy egyik se jó. Én ezt nem tudom, mi az, vagy tehát hogy futtatni, mivel kéne futtatni. Tehát ha egy programról beszélünk, akkor azt fel kell telepíteni a gépre, és futtatni kell, mint úgy. Ha
egy alkalmazás, tehát egy mobilos alkalmazásról beszélünk, és azt szeretnéd a gépen futtatni, az egy kicsit más szitu, mert ugye valamiféle futtató környezetet valóban fel kell hozzátenni, illetve sima programok esetén is van olyan, hogy kell valamiféle futtatási környezet, tehát mint egy Java, vagy .NET framework keretrendszer kell hozzá, hogy futni tudjon. Hát ezeket mind fel kell pakolni, és akkor utána fog menni. Nem ismerem a programot, illetve nem értem feltétlenül a kérdést. Kicsit pontosíts, és akkor közelebb leszünk a megoldáshoz. Oké, van telefonunk. Halló, halló! 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 Szia, parancsolj! Vili vagyok. Egy olyan kérdésem... Igen, olyan kérdésem menne, hogy hát nemrégen húzták a gépet újra, és a YouTube-on akárhol a kicsi kis ablakba, mikor nagyítom az egész kérdét, akkor nem csinál, nincs olyan, hogy hát... Tehát marad ugyanolyan pici. Az egész hang, mert minden, akkor nem csinálja. Marad ugyanolyan pici. Az jó, a nagyban meg nem jó. Értem. Tehát még egyszer, hogyha megnyomod, hogy teljes képernyőre akarod tenni a YouTube-ot, akkor marad ugyanolyan pici, és nem teszi teljes képernyőre. Akkor már a hang meg az... Aha. Hát figyelj, ez több okból lehet. Az egyik az videókártya beállítási probléma, ugye? Tehát nem tudom, videókártya driver van-e fönt a gépen, ugye az általában szükségeltetik hozzá, hogyha nem megfelelő a videókártyának, tehát nincs fönt hozzá 3D-s gyorsítás. Most csinálták meg. Hello. Itt vagyok, figyelek. Olvastam egy olyan, hogy a teljes fizika memória 1,280, szabad fizika memória 579, uh-huh. Virtuális memória 2 gigás, ennek nem és szabad virtuális 196. Értem. Ennek nem sok köze van a memóriához, mondom, ez kétféle okból lehetséges, az egyik az az, hogy illetve többből, de általában ezeket kell megnézni, hogy megfelelő videókártya driver van-e fönn. Tehát a videókártyához a 3D gyorsít... Valami program felrakva úgy? Nem, mondom, tehát hagyd mondjam végig, és akkor utána érteni fogod, hogy mik ezek a lehetőségek. Igen, nem hallom jól, mert... Na, most hallod jobban? Igen. Na, következő, tehát mondom, videókártya drivert le kéne ellenőrizni, hogy a videókártyához a megfelelő 3D-s driver fönn van-e pakolva. Ez lett az egyik probléma, hogyha nem megfelelő a videókártyának a... Tehát nincs fönt hozzá 3D-s gyorsító, csak egy ilyen alap driver van, az könnyen lehet, hogy az ilyen videóknak a lejátszásához nem tud elég teljesítményt biztosítani, és ezért nem tudja teljes képernyőbe lejátszani. A másik, a böngészőből, nem tudom melyiket használod, de a legtöbb böngésző... Explorer. Hát az már nem jó hír, hogy régi Explorer, tehát mindenképpen akkor frissíts le, vagy tegyél fel Chrome-ot vagy Firefox-ot, és ott is a Chrome-nál figyelj arra, hogy pláne, hogy ugye itt összefügg a kettő a videókártyával, tehát ugye már tudja a videó lejátszásnál, már tudja a böngésző azt, hogy flash lejátszás esetén a videókártyának az erőforrásait használja a videó megjelenítéshez. Ez viszont nem minden esetben működik jól. Ergo, ezt ki kell akkor benne kapcsolni, ugye ezt a flash lejátszó nyomsz jobb gombot, és ott a beállításoknál ki tudod kapcsolni a hardveres gyorsítást. Van, ahol pont, hogy be kell kapcsolni, akinek jó videókártyája van, és minden stimmelvel, akkor érdemes bekapcsolni. Ha valakinél viszont valami probléma, akkor érdemes ezt a funkciót kikapcsolni, és akkor szoftveresen játsza ki a videót. Ami még lehet, hogy nem elég gyors a gépet hozzá. Hát igen. Na most a YouTube videók, ugye, meg az összes flashes videó azért már elég erős erőforrást igényel. Nem tették fel ezt a időt, jó. Uh-huh. Pedig ez lehet, tehát ez a három megoldás van, ami miatt akadozhatnak, vagy nem működnek rendesen a videó lejátszások. Köszönöm szépen. Jól van, köszi, hogy hívtál. Hello, szia. Nos, megyünk tovább. Ricsi van itt velünk, szia, tök jó a műsor, köszönöm, nem jutottam előrébb a képek terén, frissítettem a Google Chrome-ot, és nem mutatja a képeket, amikor rákattintok. Üdv, Ricsi! Ugye Ricsinek volt ez a probléma, azt hiszem tegnap, hogy a Facebookon lévő képeket, amikor meg akarja nézni nagyba, akkor valamiért nem jelenik meg, csak egy nagy feketeség van, és nincsenek ott a képek. Egyébként ezt én is tapasztaltam már párszor, de ez a Facebooknak a hibája, tehát valamiért nem tölti be néha nagyba a képet. Tehát thumbnailként ott van kicsibe, de ha rákattintok, akkor nagyba kéne ott lenni, de nem mindig jeleníti ezt meg. Ez valamilyen Facebookos probléma, de néha megjeleníti, néha nem. Én nálam legalábbis így működik. Nálad valamiért egyáltalán nem jelenítgeti meg, nem tudom,
Fogalmam sincs, hogy ez mitől lehet, de szerintem ez Facebookos probléma. Meg kéne nézned, hogy más képeket is így jelenít meg, vagy bizonyos képet akart csak megnézni, és az nem jelenik meg, mert ott ugye lehet ilyeneket. Sajnos egyébként még vannak azért hátulütői a Facebook képkezelésének is, ugye itt a jogosultsági problémákra gondol, tehát van, hogy thumbnailben megmutatja a képet, tehát ott van, viszont nagyban egyáltalán nem látszik, vagy azt mondja, hogy nem elérhető, vagy nincs kép, vagy valami ilyesmit mond, miközben a kis kép, tehát az úgynevezett miniatűr, vagy thumbnail kép, az meg ott van. Tehát ezek ilyen jogosultsági beállítási probléma is lehet, de én szerintem itt más gond lesz. Tehát ha semmilyen képet nem jelenít meg, az valamilyen böngésző problémára tudok én mégiscsak utalni. Ricsi, én azt javaslom, hogy próbáld már meg egy másik böngészőből is megnézni. Tehát tegyél fel egy Chrome-ot, vagy nem meg Chrome-mal próbáld, tegyél fel egy Firefox-ot, vagy nézd meg Internet Explorer-ben, hogy ki tudjuk szűrni, hogy valóban a böngésző a hibás, vagy a Facebook. Mert ha többinél se jön be, akkor valószínűleg a Facebooknak tehát Facebook oldali hiba van, hogy úgy mondjam, de a többinél bejön, akkor a böngésző hibája logikus módon. Tehát így lehet kiszűrni, hogy most a problémának melyik oldalát is kell orvosolni. Ha a többinél bejön, és a Chrome-nál nem, egészségedre, akkor javaslom azt, hogy bár itt azt mondtad, hogy újra tetted, de az átmeneti fájlokat, meg mindent azt is töröld le, mert hiába teszed újra, ezeket meghagyja a régiből, és hiába van fent újabb verzió, ha az átmeneti fájlok között ugyanúgy ott van, és valami hibással lett ott letöltve, akkor az úgy, hogy bekavar az új böngészőnek is. Tehát ezeket is mindenképpen pucold le, tehát az előzményeket tisztítsd ki, minden töröljél le szépen, ami nem kell, cookie-tól kezdve mindent, tehát egy steril új böngészővel próbáld ezt meg. Oké? Okay. Jó. Frissítsünk ismételten. Továbbra is lehet nekünk írni a Facebookon is, facebook.com/fixhd, hívhattok is a Skype-on keresztül, illetve telefonon is elérhetőek vagyunk. Miklóssal folytatjuk. Szia, Wendy! Olyan problémám lenne, hogy két gép között szoktam szinkronizálni a fájaimat. Programokat főleg. A mostani szinkronizálásnál feltűnt, hogy a munka mappába lévő exe fájloknak a módosítási dátuma mind megváltozott 9.11-re, esti időpontra, és van, aminek a mérete is lecsökkent, ilyen 7 megáról 900 kilobájtra. Persze ezek után el sem indul. Nem nyúltam hozzájuk, és nem is értem, mitől lehet ez. Van-e tipped? Van Note 32 vírus, írtam, de nem dobott ki semmit. Én most ezt nem teljesen értem, hogy milyen szinkronizálást csinálsz te, vagy tehát, hogy milyen szinkronizál, mert lehet szinkronizálgatni eszközök között. Én bevallom őszintén, sose csináltam ilyet, tehát hogyha valamit más, azt szeretném, hogy több helyen is megjött, akkor fogom, azt átmásolom, tehát ezek a szinkronizálások, ez, hogy mondjam, lehet, hogy hasznos, mert ugye lehet időzíteni, és akkor magától is csinálja a számítógép, viszont én körülményesnek tartom néha ezeknek a beállítását, meg ugye, tehát ilyen jelenség, amit te itt tapasztalsz, én bevallom őszintén, erről még nem nagyon hallottam, de ez mindenképp valamiféle hibára utal, és az ciki, tehát nem tudok rá igazából mit mondani, meg kéne nézni még egyszer ott a beállításokat, illetve ha ilyen hibát tapasztalsz, akkor törölni kéne a szinkronizálást, mint úgy, tehát, és újra beállítani. Hát, hogyha utána jó lesz, nem tudom, fogalmam nincs, hogy ezt miért csinálhatja. Jó, de ha valaki tapasztalt hasonlót, vagy van ötlete rá, akkor segítsünk Miklósnak, jó? Laci van itt velünk Skype-on. Hello, Laci! Szia, Wendy! Telefont szeretnék váltani. Igen? És gondolkoztam Windows Phone-on, meg uh-huh. Androidon. Nekem a Windows Phone az tetszik. Tudom, hogy kevés még rá az alkalmazás, uh-huh. Csak nem hogy ott meg lettek szivatva az emberek, ugye, a Windows Phone 8-ra nem frissíthetés miatt. Uh-huh. És ebből a szempontból viszont az iPhone azért tetszik, mert ott 2 évig vállalnak garanciát a frissítésre, és most már a 3G-esre is azt hiszem kiadják a iOS 6-ot is. Igen, pedig... igen, ez egy friss hír egyébként, mert úgy volt, hogy nem adják ki, aztán ezt módosították, hogy mégis, bár kíváncsi leszek, hogy fog rajta futni, ezt itt teszem hozzá, mert az 5-ös is már nagyon nyüglődik rajta, de ez egy más kérdés. Meg nem lesznek azok elérhetőek, mint uh-huh. iPhone 4-en mondjuk. Igen, tehát azért lesznek különbségek persze. Hát ezt neked kell eldönteni, hogy melyik a szimpatikusabb ilyen szinten. Igazából. Az a problémám, hogy nem tudom, hogy márkát mondhatok-e itt. Mondjál csak. A Sony Ericsson,
Xperia X10 Mini Pro-n. Uh-huh. Ugye én megvásároltam 2.1-essel, és akkor még úgy adták el, hogy 2.3-ra lesz frissítés biztosan, uh-huh. és nem lett semmiféle frissítés, hanem azt írták Facebookon közleményben, hogy néhol jobb a 2.1, mint a 2.3, és nem frissítik, mert nem bírná el a telefon. Ezzel viszont vitatkoznék, hogy nem bírná, mivel főzött rommal felraktam, és jobban fut talán, mint a 2.1. Igen. Viszont most telefont szeretnék váltani, és nem tudom, hogy androidos legyen, uh-huh. Windows Phone, vagy esetleg iPhone. Viszont az iPhone-nak az árát sok hallom a tudásához képest az a helyzet. Teljesen egyetértek veled. Én nekem is ez a bajom egyébként az iPhone-nal, egyébként semmi más. Illetve nem, vannak azért még problémáim. Ugye itt a szinkronizálhatóság, amit figyelembe kell venni, tehát tényleg az, hogy az nem úgy működik, mint az androidos telefonok, hogy rádugod a gépre, és akkor egy külső meghajtóként látod gyakorlatilag a SD-kártyát. Igen, viszont ezt úgy hallottam, hogy a Windows Phone-nál is így működik, hogy ott is kell valami. Igen, tehát ott sem hálózati meghajtóként fog működni, mert a Media Playerből kell, legalábbis a zenéket meg a filmeket, a fájlokat meg ezzel a file szinkronizálással, amivel itt az előbb az úriembernek volt problémája, úgy lehet másolni, de én nem tudom, hogy működik, bevallom őszintén nem használtam még Windows Phone, csak még nagyon régit. Ott viszont látszódott külső meghajtóként, nem tudom, hogy azóta mit módosítottak rajta. Én ezt a fajta szinkronizást, én mondom, én nem nagyon szeretem, nem nagyon vagyok híve. Nekem azért szimpatikus az Android, legalábbis a legtöbb esetben, mert ott nincs ilyen probléma. Tehát külső meghajtóként látszik, azt másolok rá, amit akarok, leszedek róla, felteszek rá képeket, fényképeket, bármit, videót, és nem kell itt különböző programokkal bajlódni, hogy ez tudjon működni. Nekem ezért szimpatikus. Se az iOS-nél, se szerintem is a Windows Phone-nál is valami ilyesmi van, ezt nem lehet egyértelműen így megoldani, tehát nekem ezért szimpatikusabb az Android. Onnantól kezdve meg, hát ez mindenkinek a saját döntése, mert az, hogy maga az operációs rendszer stabilsága, vagy miensége, ez pedig mindenkinek, tehát kinek mi a szimpatikus, ettől függ. Tehát én ebben nem tudok neked túl sok mindent ajánlani, sajnos. Értem, és szerinted a Symbian az úgy miért hal ki, úgymond, mert én nekem volt egy C6-os Nokia-m, uh-huh. és nekem azt tetszett. Szóval nem értem, hogy miért megy el lassan ez a Symbian is. Megmondom tényleg, neked, hogy miért. Azért, mert nem fejlesztettek rá nagyon alkalmazást. És ugye gyakorlatilag az okostelefonoknak a lényeg az alkalmazásokban rejlik. Tehát, hogy minél több programot tudjál rá futtatni, vagy róla futtatni, és azok a programokat ugye a hétköznapi használat során tudjad használni. Most a Symbian az egy nagyon jó kezdeményezés volt annak ide a Nokia részéről, csak túl sok pénzt vitt el a fejlesztés, nem érte meg neki csinálni, és nem fejlesztettek hozzá alkalmazást, mert hogy zárt rendszerű az alkalmazás fejlesztése a Symbiannak, ergo nem írhat rá bárki csak úgy alkalmazást, míg ugye az Androidnál, iOS-nél vannak rá SDK-k gyakorlatilag, amivel szabadon fejleszthet rá akár egy bárki, és innentől kezdve elég sok alkalmazás van rá. Egyszerűen elhalt ez a projekt gyakorlatilag, ezért értem, és nem tudom, hogy itt műsorban tudnál telefont ajánlani, vagy hogyha nem szeretné hirdetni, akkor meg tudná, de nekem adni egy telefontípust, vagy, uh-huh. vagy egy operációs rendszert legalább, hogy melyiket válasszam. Figyelj, hát amit így ajánlani, tehát ezt neked kell eldönteni, tehát én most így kimondtam készüléket ajánlani, bevallom őszintén nem szeret. TV-be egyébként se tehetném, mert valóban reklámnak számítana. Én nagyon szívesen ajánlok neked készüléket, de akkor e-mailbe. Küldjél nekem akkor egy e-mailt, légy szíves a restart@fixhd.tv-re, és akkor válaszolok rá. De mondom, tehát igazából így előjáróba is csak annyit mondok, ezt neked kell igazából eldönteni. Kinek mi a szimpatikus? Én, mindenki tudja, nem szoktam tagadni, Android párti vagyok, innentől kezdve én alapból androidos telefonba gondolkodom, mint úgy. Tehát tudok neked ajánlani, de mondom, tehát az én részemre elfogultság lesz. Hát ez nem van igazából, nekem az a lényeg, hogy frissítés legyen rá, uh-huh. mert az nem megoldás, hogy megvásárolom. Azt meg nehéz így előre, tudod? Tehát az a baj, hogy sok mindent ígérnek a gyártók, aztán ki tudja, mi lesz belőle. Ugye? Tehát itt a HTC-nél is például ez egy nagyon nagy probléma volt, hogy annak idején ígérgették, hogy így jön ki, meg úgy jön ki, még az idén is ígérték, hogy igen, érkezik például ugye a Desire szériára majd az Ice Cream Sandwich, majd beintettek július közepén, amikor már mindenki verte az asztalt, hogy hol van már a frissítés, hogy no, mégse jön ki. Pedig egyébként főzött firmware-ben meg ott van, tehát föl lehet rá rakni, de valamiért hivatalosan nem. Úgyhogy ezekre nincs garancia.
ilyen úgymond otthoni felhasználók ezt meg tudják csinálni, és akkor ott bent a gyártónál ezt nem tudják megcsinálni. Nem, ők megtudják, tehát fizikailag ők is megtudnánk, csak nem vállalnak rá garanciát. Tehát van egy bizonyos termék minőség, ezt így hívják, bizonyos szabvány, amiknek meg kell felelni. Ha azt a szabványt nem tudják hozni gyárilag, akkor inkább nem adják ki rá a szoftvert. Ez ennyire egyszerű. Közben lehet, hogy egyébként simán működne rajta, de nem tudják garantálni, mert ugye itt a supportot is vállalni kell hozzá nekik, és ha nem tudják vállalni, mert vagy technikailag, vagy egyéb másokból kifolyólag, de nincsenek rá felkészülve, akkor inkább nem vállalják be. Meg hát valljuk be őszintén nekik is, tehát cégekről beszélünk, a pénz a fontos, innentől kezdve ezzel is ösztönzik inkább a vásárlókat, igen, vegyél újabbat. Ez ennyi, erről szól, ilyen világot élünk. Jó, rendben, köszönöm szépen, jó? Akkor írok egy e-mailt. Oké, és rendítsek. Köszi, jól van. Hello. Szia Laci, jó, köszi, most. Hogy hívtál. Nos, megyünk tovább, mert záporoznak a kérdések, van is egy telefonálónk rögtön. Halló, halló! Szia, Vendi, Lajos vagyok. Szervusz, Lajos, parancsolj! Abban kérném a segítségedet, hogy először is a tegnapi SSD témával kapcsolatban. Uh-huh. Én vettem egyet, uh-huh. Megfeleztem egy 60 gigást, SATA 3-as. Uh-huh. Megfeleztem, egyik partícióra felraktam az XP-t, másikra a Windows 7-est, uh-huh. Tökéletesen működik mind a kettő. Na. A sebességhez, amit mondtál, hát a 10-15-szörös az sok egy kicsit, én megnézegettem összehasonlítva egy jó Winchesterrel, uh-huh. Körülbelül 5-szörös sebességgel olvas és ír meg, hát már az is szép. A többi paraméter is körülbelül olyan sebességű, amiben uh-huh. nagy a különbség a bútolásban. Uh-huh. Az eddigi másfél perces átlag körül mind a kettőnél az XP-nél, hát a 7-esnél valamilyen rövidebb volt, de nagyjából adni, 15 másodperc alatt bútol a uh-huh. gép, amiben a segítséged, ja és még egyet, utána olvasgattam előtte a dolgoknak, mielőtt beszerzésre került ez a SSD, uh-huh. és a lemez töredezettség mentesítést nem, hogy nem ajánlják, hanem tiltják minden szakíró igen. általában, hogy nem használ, vagy nem használ, vagy inkább árt az SSD-nek. Amiben a segítségedet kérném, az lenne, hogy a boot sorrendet korábban az XP-be ugyanaz a boot ini van benne ugyanazokkal a paraméterekkel, mint korábban a Winchesteren volt, de fordítva hozza be bútoláskor az elsődleges operációs rendszer. Az XP-be uh-huh. ugye van egy olyan rész, ahol ki lehet választani, hogy melyiket akarom elsődlegesnek venni, ott csak az XP jelenik meg, korábban volt a 7-es is, nem. Tehát fordítva jön be a értem, amit mondasz. Nem tudom megváltoztatni, ha ebbe tudnál segíteni. Ezt a Windows 7-ben kell, ugyanis a Windows 7-nek van egy külön boot partíciója, ha lehet így mondani, tehát ő teljesen másképp kezeli a bootot. Tehát az XP esetében igen, ott a bootini file tartalmazta a bootolási lehetőségeket, illetve ha több operációs rendszert használsz, akkor ott gyakorlatilag ott volt felsorolva, és ott lehetett választani. Igen. A Windows 7 esetében ez egy boot manager nevű file-ban van gyakorlatilag benne, ami egy bináris file, tehát azt nem lehet csak olyan egyszerűen módosítani, hanem a rendszer telepítő lemezről kell ahhoz bebootolni, és akkor ott tudod elvileg a boot sorrendet, ha a korábbi operációs rendszer találkozik, elvileg automatikusan beteszi azt oda a boot managerbe, de azt kézzel nem nagyon lehet írni. Tehát ezt a Windows 7-en belül kell. Hogy pontosan, hogy, de lehet, hogy van erre valamilyen külön program, de azt nem tudom neked így hirtelenjében megmondani, mert nem nagyon csináltam még ilyet. Viszont egy biztos, hogy a boot managerben kell ezt állítani. Tehát mindenképp a Windows 7-ben kell ezt beállítani, ugye, mert hát az az újabb, és nem pedig az XP-nek a boot iniében, mert az nem lesz hatással a Windows 7-re, az biztos. Értem, nagyon szépen köszönöm a segítséget. Okay. Köszi, hogy hívtál. Szia, szia. És annyit egyéb... Ja, ezt még, bár mindegy, most már, ha nem vagy itt, remélem még azért figyelsz. Még egy dolog az SSD-vel kapcsolatban, ugye a lassúság, meg gyorsaság, meg itt 5-szörös vagy 10-szörös, ez nagyon sok mindentől függ. Tehát a szekvenciális olvasás írástól, attól is, hogy most kicsi fájlokat olvasunk, az ugyanúgy fontos, mert ott a vezérlő és a maga az eszköz közötti kommunikáció az, ami gyorsabb. Tehát én erre szoktam mondani, hogy 10-15-ször is gyorsabb a Winchesterénél.
Az, hogy most mekkora fájlokat olvasol, ha nagyon pici fájlokat olvasol, logikus, hogy állna ide-oda kell pattogtatnia neki. Most beolvastuk, elfogadtuk, új fájt, de ha nagy fájt csinálsz, akkor egyszer csinálja meg ugyanezt, tehát ritkábban kell állandóan a vezérlőnek szólni gyakorlatilag, illetve hozzányúlni az eszközhöz. Tehát ez nagyon sok mindentől függ egy sebesség. A particionálás és lassítja. Megmondom miért? Hát hiszen hiába van az egyiknél ugye, a Winchesternél ugye fizikailag, hiába mágneses az olvasás, de gyakorlatilag fizikailag vannak az adatok rá rögzítve, a flashnél meg teljesen nem, tehát ott teljesen mágnesesen van, úgy mondjam rögzítve. Akkor is a particionálásnál, mivel érzékelő, hogy két külön partícióra van bontva gyakorlatilag az eszköz, ott megint csak ugyanerről beszélünk, hogy többször kell lekommunikálni a vezérlőnek, az eszközzel, hogy most egyáltalán melyik partíciójával is dolgozik, és ez is lassítja. Tehát lassítja az SSD-t az, ha meg van particionálva. Nem véletlenül szoktam ugye azt mondani, hogy rendszervinyóként használjuk, vagy rendszer partícióként, vagy rendszer eszközként, és a Winchestert használjuk ugye adat eszközként. Nem nagyon javasol, lehet, mert ugye fizikailag van rá lehetőség, ugyanúgy, ahogy egyébként a töredezettségmentesítésre is van lehetőség, de felesleges, sőt, hát most az, hogy tiltva van, most nincs tiltva, csak semmi értelme nincsen, sokat nem fog ártani neki valószínűleg, maximum valóban, ha elkezdi töredezettségmentesíteni, akkor kicsit összekuszálhatja a fájrendszert, mert fizikailag ugye az olvasás, meg az írás teljesen másképp történik az SSD-ről, mint a vinyóról, ezért lehet, hogy okoz problémát, de azért én ezt nem hiszem, csak nincs értelme gyakorlatilag, és mondom, a particionálás viszont én úgy tudom, hogy nem nagyon javasolt, tehát nem célszerű az SSD-t szétparticionálni. Egyelőre. Lajossal folytatjuk. Szia Lajos, Skype-on keresztül. Jó munkát. Hello, köszönöm. Lehet valami, mert mobil Skype-ról hívlak titeket. Simán, tök jó hallunk, nagyon jó minőségben. Jó, egy jelentelen kérdésem lenne, meg segítség az SSD-hez. Igen. Telepítettem SSD-s gépeket, nem árt a trimmelést is kikapcsolni, mert nagyon lerövidíti az élettartamát. Így van, igen. Sokan igen. Nem írják bele a gyártók. Uh-huh. A másik, cseréltem notebookot. Uh-huh. És Windows 7 64 bit Home Premium van rajta. Uh-huh. És egy jellegtelen, de érdekes kérdés. Ez Intel chipsetes HB3000-es kártya. Mivel nekem nem kell erős gép, egy elég újabb Intel Sandy Bridge Celeron processzor van benne, egy kétmagos. Uh-huh. Tehát minden Intel, meg minden Broadcom benne, még igazából gond sem lehet. És föltelepítettem, ugye mert 64 bites nincs a Firefoxból, uh-huh. Mert a tálcát általában kisméretűre rakom, hogy nagyobb helyem legyen ezen a HD kijelzőn, ugye ez 15.6-os notebook, uh-huh. és egy érdekes, mert ilyenre még nem találkoztam föl, tehát friss telepítésről van szó, minden driver föl van, napra kész van frissítve a Windows, és hiába rakom a tálcát nagyra vagy kicsire, ugye kisik nagyikonok, ez a Windows 7-ben úgy van az asztal, uh-huh. vagy a tálca beállításainál, és az a probléma, hogy a Firefox ikon helyett nincsen semmi sem. Tehát ott van, de mint a Windowsnak, ami benne van, azt hiszem a Shell 32 DLL fájban. Igen, tehát sima DLL ikon. Szeretem fáj. Uh-huh. Nem zavar, csak ez egy érdekes, hogy bajon... Ugye ikon tudsz neki adni, mert nyomsz azon a fájlon egy jobb gombot, és akkor a tulajdonságokban meg tudod változtatni az ikont. A program akkor, tehát ha megvan uh-huh. itt, akkor leül a tálcára. És ott van ilyen no-name ikonjel. Nem fontos, mert engem nem... Fogalmam sincsen, bevallom őszintén, ezt nem is figyeltem egyébként. De mintha én otthon használok, ugye... Úgy oda néztem, mert nem azt szoktam nézni általában, ahol olvasok. Uh-huh. Van ilyen, hogy összekavarodnak az ikonok, de ezt fogalmam sincs, hogy mitől van. De mondom, ki lehet neki választani, tehát fogod jobb gomba a magán a programon, és választhatsz neki egy másik ikont igazából. Hát, hogyha azt megcsinod, akkor utána jól fogja már kezelni. Mondom, a programnál az ikonok, a parancs ikonok, értem. Ott van, csak amikor megnyitod és leül a tárcára. Uh-huh. Nem váltál te egyszerű üzemmódba véletlenül? Tehát egyszerűsített megjelenési üzemmódba? Nem, nincs az Aero-nak baj a Firefox-a, soha uh-huh. nem is volt szerintem. Mert olyankor csinálni olyat, hogy megbolondulnak az ikonok is. Hát akkor nincs ötletem viszont. Mindegy, mert ez egy szép történet volt ez a notebook csere, mert én azért váltottam notebookot is, uh-huh. mert hát ugye legyen rajta Linux. Hát gratulálok a Linuxnak egyébként, mert ugyanúgy nem működik a HDMI kimenetem, meg ugyanúgy tele van bukkal. Az változó azért, Linux-a válogatja, hogy hogyan benne megírni, mert egyébként zárt drivert kell hozzá feltenni, tehát a videókártya drivert mindenképp cserélni kell. Tehát úgy volt ez, hogy most már én viszem a szamarat a hátamon. Uh-huh. Tehát mert mondtam, hogy nekem előtte Atira Radeon kártya volt HD.
Hát az arra nincs driver támogatás, volt, fölraktam az árt drivert, katalisztot, de megpróbáltam több disztrót is. Általában többivel nem foglalkozom, SUSE vagy Ubuntu, de nem az ilyen mindenféle felületek, hagyom a hagyományos GNOME-mal, meg nincs az a semmi gond, csak meg kell szokni. Hát jó, cseréljünk notebookot. Hát örültem, el tudtam adni ezt, veszek egy memory, Intel, ugye abban benne van kernel szinten ez a driver. Hát sikerült, hát ugyanúgy egy kalapszor, már elnézést, hogy ezt mondom. Jó, hát te véleményed igazából. Én úgy gondolom, hogy fórumokban azért körbe kell nézni, mert elképzelhető, hogy valahogy élesíthető rajta. Okoskodik csak, nincsen konkrét válasz. Tehát a Vesa drivert lefrissítettem tárolóból, PPA tárolóból, ugyanúgy nem működik a HDMI. És ha csak azon bootolsz be, akkor mit csinál? Tessék? Ha kikapcsolod a monitort, a rendes kijelzőt. Ment a tévén. A kép megjelent a tévén. Aha. Hang nem. Tudtam klónozni, a képernyőt is kiterjeszteni is tudtam, ebben semmi gond nem volt, hang nem. Csináltam egy hangtesztet tárolóból. Vagy erről hülyeséget beszélek. Nyitottam egy terminált és kértem egy hangtesztet. Nem is látta. Hát igen, de az külön drivert kell, hogy úgy mondjam, föltenni a HDMI-hez, ezt ugyanígy csinálja egyébként Windows alatt is. Tehát az, hogy fölteszed a videókártyához a drivert, az mondjuk tartalmazza automatikusan a HDMI drivert is Linuxnál, ez nem így van azért. Ott külön kell életre kelteni, modulosan, vagy már valahogy milyen úton módon, de a HDMI audiót be kell kapcsolni. Tehát ez nem fog külön működni. Illetve csak külön fog működni, tehát hozzá kell rakni. Tehát alapból hiába teszel föl zárt drivert, az ugye a videó megjelenítésért felelős. Ez kicsit Linuxban tényleg el van szúrva, azt teszem hozzá, ugye nem erre lett annak ide ez kitalálva, csak már ezt is tudja. És külön kell hozzá hangot rendelni. Tehát ő, mivel hardveresen nyúl az eszközökhöz, hiába egy hardver gyakorlatilag a videókártya meg a HDMI kijárat, ő azt akkor is audio eszközként kell, hogy kezelje, és ha nincs van az audio eszköz, logikus módon nem lesz audio kijáratot HDMI-n keresztül. Ezért kértem általában egy hangtesztet, mert a terminálból lekéred, akkor az eszközt meglátja. Igen. Tehát látja, felismeri, ugye, mert az a baj, hogy az Intel... Tehát a device-ok között ott van a audio... A driver, kernel szinten van benne a driver, a VESA driver a Linuxban. De nem a VESA-t kéne használni, tehát az ARC driverrel kéne szerintem azt használni. De nincsen, kerestem, nincsen az Intelhez. Kernel szinten van. Igen, mondjuk Intelekhez nem nagyon van, ez valóban így van. Tehát Intel támogatás az még inkább videókártyában. És csinálsz egy hangtesztet, ugye terminálból kiadod neki egy rendszerben. Azért kérdezem csak, mert én is tettem erre a laptopomra Linuxot, már csak próbakedvéért, simán egy live CD-ről, tehát nem tettem föl rá, csak úgy használtam, tökéletesen működött. HDMI is meg volt minden, mondjuk egy Nvidia kártya van, de meg volt a hang is. Tehát nem az volt vele különösen. Talán a legjobb a támogatása. Igen, egyébként. Linux alatt mindenképp Nvidia. Hát az Intellel vannak gondok valóban, ez tény. Mindegy, köszönöm szépen, csak ennyit akartam úgy megosztani. Okay. Én még azért próbálkozok, nem adom fel. Rendben. Tudás ember vagyok, várjuk az új kernelt, reméljük. Elképzelhető egyébként, hogy lesz hamarosan arra is támogatás. Legkettőbb, amikor már azon gondolkoznak, hogy Marson 3 hónap vagy 3 év alatt csinálnak tékört, remélem egy HDMI porton tudok nézni egy filmet nyugodtan. Nem kell éjszakában nyúlóan fórumoznom. Nyugodj meg, Lajos, idővel ki fognak találni valamit, bízunk benne, jó? Bízunk benne, ilyenek a szabad szoftverek. Oké. Okay. Köszi, hogy hívtál, hello, hello. Na, hát vészesen futunk ki a műsoridőből, és még hírekre sem volt időnk igazából, meg ígértem nektek egy játékot is. Hát jó van, na, csak hadd játszunk már egyet gyorsan a nézőkkel. Nagyon egyszerű, Krisztiántól ne haragudj, Krisztián, de már nem tudlak fölvenni, egyszerűen túlmentünk a műsoridő, nagyon sokan telefonat, nagyon örülök neki, reméljük, hogy holnap is így lesz ez, mert holnap is jelentkezünk. Egy gyors játékot még hagyd tegyek föl nektek, amit így hirtelennyében ki akart. Az a baj, hogy játékkérdés igazából egy hírhez vonatkozott volna, de azért fölteszem, hát ha tudjátok, melyik a világ leggyorsabb böngészője jelenleg a statisztikák alapján, ez a kérdésünk. 44-51-349-es ez a telefonszám, fixes bögre a nyeremény, egyetlen egy másodpercetek van gyakorlatilag telefonálni, tehát a világ leges-leggyorsabb böngészője. Hát itt most ne az ilyen alternatív böngészőkről kezdjünk el gondolkodni, mert van azért azok között olyan, ami talán még lepipálja a tényleges statisztikák alapján is leggyorsabb böngészőt, de a főbb böngészők közül melyik a leggyorsabb a jelenlegi statisztikák alapján, ez a kérdésünk, tehát 44-51-349-es a telefonszám, és valaki tudja is a megfejtést. Halló, halló! Halló, Fia Laci vagyok. Szervusz, Laci! Na melyik a világ leggyorsabb böngészője? Én szerintem pillanatnyilag a Google Chrome. Hát nem nyert. Nem, én is ezt gondoltam volna, de nem. Nem mondtad el előtte a
Mit nem csináltam? Hát nem olvastad föl a híreket. Igen, nem olvastam föl, csak gondoltam, hogy ti is olvastok híreket, és tudjátok erre a választ. De azt kell, hogy mondjam, és akkor sajnos, de nem nyertél. Nem súgok, nem, ilyen nincsen, tehát ennyire nem segíthetek már, jó? De köszönöm szépen, hogy hívtál. Elárulom mindenkinek, hogy az Internet Explorer. Még mindig, ugye a leggyakrabban használt és a leggyorsabb böngésző, legalábbis a felmérések szerint. 2000 legnépszerűbb weboldalt néztek meg rajta, és a 2000 weboldal közül az Internet Explorer volt az, ami átlagban természetesen, de a legjobban, leggyorsabban jelenítette meg ezeket az oldalakat. Jó? Hát sajnálom, akkor megint csak nem nyertünk ma, majd holnap játszunk ismételten. Köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt már a Restart, holnap is várok mindenkit a képernyők elé, ne fogjátok vissza magatokat a kérdésekkel. Sziasztok! Együttműködő partnerünk proserver.hu Fényképes ajándék tárgyak.hu